Szervusztok! 2024. január 6-a van, egy szombati nap, délután 1:45. Ma valóban csak egy nagyon rövid időre szeretnék nálatok bejelentkezni, miközben kívánok egy nagyon szép idei első hétvégét, az időjárás jelenleg még több-kevésbé mellettünk van, bár sok helyen már csepereg az eső. Nemrég jöttem meg a vásárlásból, voltam az újságosnál, megnézni, megbizonyosodni róla, hogy megjelente benne az a kiemelt írás, amit nektek szánok. Nektek szántam, mert ebben az írásban szakértői szinten szeretném mindenki számára a figyelmet felhívni és bemutatni, hogy Orbán Viktor bizony 2024-es évre hadat üzent a magyar demokráciának, a magyar társadalomnak, és egyben előkészíti azt a folyamatot, hogy vagy még ennek az évnek az égén, vagy legkésőbb 2025-ben azt is bejelenthesse a magyar társadalomnak éppen úgy, mint az Európai Uniónak és a NATO-nak, hogy Magyarország megszünteti a tagságát az Európai Unióban és a NATO-ban. Lehet ezzel vitatkozni, lehet ezzel egyet nem érteni, de azért ezt szeretném nektek mondani, hogy körülbelül 4-5 évvel ezelőtt jelent meg az az első írásom, és most már 3 éve, több mint 3 éve minden csütörtökön, és általában hétközben is találkozunk, csütörtök esténként pedig ugye kérdezhettek, és ellenkezőjére nincs példa, hogy minden alkalommal elmondtam, hogy 2018-ra vezethető vissza körülbelül az az időpont, amikor Orbán Viktor egy dupla vagy semmi játékot indított. Rájött arra, hogy ha nem tud változtatni, ha az Európai Unió folytatja azt a folyamatot, amire nagyon örült neki, hogy nagyon lassan, de amire ráébredt, és ugye elindították azokat az eljárásokat, amelynek a végein már 2021-től nem jöntek Magyarországra az uniós források, az Európai Parlament 2021-ben kimondta kétharmados többséggel, hogy Magyarországon autokrácia, azaz önkényuralmi, azaz diktátori rendszer van. Igaz, hogy tartanak választást, de egyébként a választás eredménye az egyértelmű, az nem a szabad választások szabályai szerint születik meg, és ennek megfelelően egy olyan hatalom birtokolja, az én fogalmazásomban bűnszervezet, Magyarország vezetését, ami csak a diktatúrákra jellemző, arra viszont igen, és ez magyarázható. Amikor ezt én először ilyen nagyon részletesen elkezdtem mondani, mondjuk 2010-től, de egyébként a saját ritkább média megjelenéseimben 2016-17-től, állítottam ezt a folyamatot, talán Magyar Bálinttal egyedül, hogy egyébként itt egy bűnszervezet van Magyarországon, egy maffia kormány, hát ami a maffia kormány nem egyeztethető össze a demokráciával, kizárólag a diktatúrával. Akkor Magyarországon a baráti újságírói barátaim, a barátaim az értelmiségi körből is azt mondták, hogy rettenetes dolgokat csinál Orbán és a szervezete, de ez lehetetlen. Ez semmiképpen nem teszi meg, neki mindené a pénz, én állítottam, hogy mindené a hatalom. Mindenki állította, és a napokban az akkori egy-két fő kivételével, aki valamilyen szinten egyetértett velem, egy-két kivételével a néhány nappal ezelőtt megjelent igen széles közű reprezentatív társadalmi kutatás azt mondja, hogy ma már a magyar társadalomban véleményt formálóknak, ez azt jelenti, hogy akinek van véleménye arról, hogy Magyarország és Orbán Viktor az Unióban vagy az Unión kívül képzeli el magát, ez egyébként a megkérdezettek több mint 44-45%-a, ők bizony már azt mondták, hogy az orbáni viselkedés arra mutat, hogy Orbán Viktor ki fogja vezetni Magyarországot az Unióból. Még ma is van egy 38-39%, aki azt mondja, hogy ez elképzelhetetlen, de ezelőtt néhány évvel ez a 38% 98% volt. Orbán Viktor pontosan végzi azokat a lépéseket, amelynek ez egyenes következménye. És az adott számokban az is következik, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar lakosságnak a többségének ma már felismert álláspontja, hogy Orbán Viktor kivezeti az országot a Európai Unióból. Orbán Viktor dupla vagy semmi játéka egyébként az Unió kapcsán arról szólt, hogy
vagy lelassul a folyamat, vagy mégiscsak sikerül az Unióban elfogadtatni, hogy tűrje meg, hogy az Unió tagjai között, ha már felvettek minket, akkor a magyar társadalomnak joga van rosszul dönteni, és egy kár egy diktátort is megválasztania, és azt reménykedett, hogy ebből egyre többen lesznek az Európai Unióban, és talán akkor ott a vezető személyként, aki ezt először hajtotta végre, talán a magyar társadalom hatalmának, politikai hatalmának megszerzése után az Unióban is kiemelkedő hatalmi pozícióba fog kerülni. De érezte és tudta Orbán Viktor, hogy elő kell készíteni azt a folyamatot, hogyha ez nem jön be, és annak van nagyobb esélye, ezt 2018-ban már felismerte, ha nem jön be, abban az esetben nem lesz maradás az Európai Unióba, mert az Európai Unió követeléseivel, illetve a NATO követeléseivel nem egyeztethető össze az ő hatalmi irányítási módszere, a diktatúrája, a bűnszervezete, a maffia kormányzása. Viszont a magyar társadalom többségét fel kell készíteni erre a folyamatra, hiszen a magyar társadalom akkoriban, 2 évvel ezelőtt kimutatott, 2-3 évvel ezelőtt kimutatott számai szerint több mint 80%-a uniópárti. Ma már 10%-kal ez is kevesebb. Úgyhogy Orbán Viktor ebbe az irányba vitt, és most azt gondolom, hogy 2022 és 2023-as egyre vadabb viselkedésének egyértelműen az az üzenete, hogy 2024-ben, vagy már 24-ben az uniós választásokat követően, amikor azért egyértelművé válik, hogy van-e még esélye annak, hogy a diktatúra a szélső jobb oldal esetleg többségbe kerülne az unióba, szerintem nincsen. Vagy ezt nagyon megközelítse, akkor ezt követően még idén ősszel, de legkésőbb 25-ben be fogja jelenteni az Unióból és a NATO-ból való kilépésünket, hiszen Oroszország teljes a lekötelezettje. És higgyétek el, nem azért, mert orosz barát, hát valamikor óriási gyűlölettel beszélt Oroszországról, az orosz rezsimtől, az attól való szabadulástól, hanem mert csak ott. Tehát csak abban a viselkedési és politikai irányultságban lehetséges, abban az a formáció az, amely lehetővé teszi számára, hogy zavartalanul gyakorolja bűnszervezetként, kizárólagos hatalomként, maffia kormány egyes számú vezetőjeként, aki majd esetleg az örökléséről is dönteni fog, hogy ezt gyakorolhassa. És hát ha csak ott teheti, miután mindenek előtt a hatalom van az ő szeme előtt, a hatalom megtartása és gyakorlása, hát akkor ott fogjuk megtenni. És 2022 és 2023-ban a lépések, a felgyorsult, az egyre elfogadhatatlan lépések, értsétek ezelőtt először például a státusztörvényt, vagy legelején még 22 végén a szociális törvényt, majd 23. decemberében, alig egy hónappal ezelőtt a szuverenitás védelmi, államvédelmi hatóságnak a létrehozását. Ez már azt jelenti, hogy eljutott a végéig. Megnézte, hogy megteheti-e. És hát senki nincs az utcán. Senki nem tüntet a szuverenitás védelmi törvénnyel szemben. Néhány hangzatos nyilatkozat van, de senki nem tüntet. Ezért Orbán Viktor 2024-re olyan helyzetet készített elő, hogy 2024-es a június 9-i önkormányzati és Európai Unió parlamenti választásnak már úgy megy neki, olyan megelőző lépéseket tesz a létrehozott hatóságok kapcsán, a meghozott média intézkedései, jogi intézkedései kapcsán, a vészhelyzeti kormányzása kapcsán, amely véglegesen leszámol a maradványaival, ami még a demokrácia bástyáiból, talpköveiből még megmaradt Magyarországon. És nehogy közületek bárki is. Azt higgye, hogy ez semmi más nem jelent, mint az amúgy is valós befolyással nem rendelkező a magyar parlament, nemzeti parlamentünk ellenzéki politikai pártjával leszámolást jelenti. Szó sincsen erről. Ő velük is, az ő lehetőségeikkel is, az ő maradványaikat is olyan mértékben kívánja, akár az európai parlamenti választáson, akár az főleg az önkormányzati választáson, annak törvényeibe is beavatkozva oly mértékben meggyengíteni, hogy abból belátható időn belül ne lehessen fölállni.
Ez a leszámolási szándék egyértelműen kiterjed a parlamenten kívüli pártokra és politikai mozgalmakra, és a szuverenitás védelmi hatóság létrejötte egyértelműen nem is a politikai pártoknak szól, hanem mindig a személyeknek. Az már az ellenzéki gondolkodással való 2024-es végső leszámolás. Ide értsetek minden civil szervezetet, szakszervezeti mozgalmat, legyen az egészségügyi pedagógus, vagy bármilyen más szakszervezet, amelynek ebben a pillanatban ezzel a hatóságnak a befolyásával már az amúgy is meggyengített jogköreit az tovább fogja rendeleti kormányzással szűkíteni, és az ezzel szemben fellépőket pedig megfélemlíteni. De ide értendők, és eredményesen egyébként, a Facebookon, az Instagramon, a közösségi média felületen lévő több tízezres az Orbáni rendszerrel szemben kritikus közösségeket is, amelynek megalkotói közül az ott fellépő egyéni személyek és csoportokat létrehozók közül a legeredményesebbek közül jó már többen bejelentették 2024 első napjaiban, hogy ebben a folyamatban már nem tudják vállalni annak a kockázatát, hogy ezt tovább folytassák. És Orbán Viktornak tehát már csak egyre kevesebbel kell majd valóban jogilag egyfajta a karakter, gyilkossággal, vagy kifejezetten hatósági föllépéssel egyre kevesebbeknek kell majd leszámolni, hiszen a megfélemlítés eredményes, és nagyon sokan visszalépnek, és ez semmilyen módon nem a velük szembeni kritikát jelenti. Hát ennek egy nagyon pontos, jól átgondolt elemzése egy kiemelt írás, ami a Népszava mai számában jelent meg, és ahogy látjátok körül futó szövegen az izegő újságot, azt még ma tudjátok megvenni, és holnapi napon pedig az online felületen is el tudjátok olvasni. Sokatok számára, számomra érzékelhető volt, hogy az a hosszú szakmai levezetés, amit évértékelőként az év elején közzétettem, a hosszadalma miatt már nem olvasható, nem emészthető. Árpedig nagyon fontos, hogy a társadalom ébredjen föl. Ezért gondoltam, hogy ma így röviden, 15 percen belül, most a 12. percnél tartunk, röviden jelzem nektek, hogy itt van egy írás, amit ha elolvastok, és onnantól azon gondolkodtok, az olvasása, a cikket, ha végigolvasátok, bár az újságokban szokatlanul hosszú, de úgy egyébként elolvasásra nem több, mint 5-6 perc, a lényegét meg fogjátok érteni. És kérem, hogy terjesszétek. Terjesszétek az online linket, azt nagyon könnyű lesz közreadni, de mindenképp nézzétek, mert nincs idő. A hadüzenet az mindig kettős. Az azt jelenti, hogy végső leszámolásra készül Orbán Viktor, vállalva a dupla vagy semmit, hogyha ez nem sikerül, mert ezt már nem tűritek, nem tűrjük el, és föllázad a nép, akkor elveszíti a hatalmát. De egyelőre az inga Orbán Viktor felé lenki. Egyelőre annak van nagyobb esélye, hogy ezt a nagyon durva, nagyon aljas, a magyar történelem és a magyar nemzettel szemben tényleg a hazaárulás szintjét is mindenképpen megfogalmazó Orbáni törekvés, ez az én leghatározottabb véleményem, törekvés, ez akár sikerre is mehet. De csak akár. Mert ha végre felébredünk, ha megértjük a gondolkodásba, hogy nem az a lényeg, hogy bemutassam, hogy én külön-külön politikai párt, civil szervezet, mi mindenre vagyok képes, és miben különbözöm a többi kritikus szemlélettől, hanem megértem, hogy az ellenség most, vagy az ellenfél az nem a másik politikai párt, a civil szervezeteknek nem a politikai pártok, a politikai pártoknak nem a civil szervezetek, az egyik több szakszervezet esetén nem egyik a másiknak, hanem egy ellenfél van, az, aki le akar számolni velünk. Meg kell védenünk a hazánkat. Ha erre ezen a tavaszon felébredünk, akkor Orbáni hatalomtól még ebben az évben is meg tudunk szabadulni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, remélem, hogy ez emészhető hosszúságú volt. Egy további szép hétvégét kívánok mindenkinek, ha úgy érzitek fontos, ennek a hossza emészhető, akkor osszátok el minden többen, és minél többen kövessétek ezt az oldalt,
Itt a Facebookon a Palotás Szubjektív oldalt, vagy Palotás János YouTube csatornáját, ha ott nézitek meg. Köszönöm szépen, további szép napot, szervusztok!